utazás folyamán folyamatos sérüléseket, emberhiányt, meg ilyeneket szabadott, mi történik. Megérkezik, és azzal várják őket, hogy holnap szállásra esnek el, tehát ez a pap. Semmi után a következőt mondja az eszmetes. Én hordom egy most lehetetlenség a hazában. Én nem tudok képesíteni egyszerűen. Én nem tudok esetleni. És az egész csapatom sem úgy, a legényem, a hordán mellettem, jelezni tudja a csapatom. Amin ezt el tudja fogadni ezzel is. Jó? Meg nem tudja, nem tudja. Az ezzel is mint el, nem más. Nem a lényegben vissza. Kiálltam ezért, mert a szájátban a csapat elé, felolvast a száros irodalom esküt, ő mondta még egyedül, senki nem mondta az esküt. És a honvédelme, ami később aztán megnyilvánul a kitörésre, megnyilvánul egy csomó honvédelme, abban kiderül, hogy nem biztos, hogy az eskü garantál hozzáállás, mint ahogy a gárdzó hozzáállásán, és nem az ahol mondjuk a hangja. Szóval ezt akartam mondani, hogy utána kiderült, hogy a honvédő harcában, mint az orosz szakszakban, ott igazából nem az lett a mérő egység cselekedetet meg, hogy én most voltra tettem ezt a számot. Ez is több volt, aki megfogott jává, az is volt, aki megfogott jává, és volt ezek között is, aki harcolt, meg azok között is. De megint azt mondom, nem szabad sosem készíteni felkészítés, sem megelőzni a lelki és a szellemi tartalomnak a betöltését. Gárdánál az volt az adat, hogy érdekes volt, hogy kitalálták a formát, de tartalommal értöltöttem meg. Én adtam, ismered azt a jelentést, hogy a rangtól adsz rangot, vagy a rangnak adsz rangot. Nagyon nagyon. És van egy régi dolog, amit a szociálisztikus is gondolatták, a föld azért, aki megnőlem. Magyarán, ha én kapok egy földet, és azon a földön, amit valaki ad nekem, én termelem a búzát, én vagyok, hogy esőben, télben, sárban, én vagyok az, aki ezen megnövelem a palászt, és én vagyok az, aki a betakarítást elvégzem, majd ezt megördöm, majd a malomból lisztet hozom. Az ebből sírja cívó. Én a nemzet azt találom szerintem. Nem pedig csak egy bizonyos szolgálat ellen. Hát én azt a nemzet azt találom. Az én találkozásom a nemzetért történik, nem egy szegénységért, a nemzet érdekében. Ez nagyon jó. És ebben konfliktus volt már 2008-ban. Köztem, és mondjuk esetleg a más elképzelések között. És én elmondtam az érdemet. Az örök érdem úgy hangzik, ne azért öleljen meg az asszony, papíronkban róla, azért nem leszek. Magyarán én hadd legyek független, és én hadd támogassalak téged. De te, ha engem irányolsz, akkor én csak te leszek. Te arcod leszek. Magyarán részt veszek minden jó és minden rossz döntésekben is. Így viszont tudom megszolgálni a nemzetek legjobb tudásokat, és becsütöttem. És visszamentünk 2018-2014-ig. És azt a nagy kérdést, amit felmertem tenni 2008. februárjában általánosságban, hogyha kormányváltás történt,